az óra tündérkéje. Adrián nagymamájának konyhájában az ajándékba kapott fali óra egészen különleges, igazán csodaszép volt. Teáskannára hasonlított, élénken vidám piros színe bárkit jó kedvre hangolt, aki csak ránézett. S mindemellett nagyon pontosan mutatta az időt. Így aztán mindenki azonnal megkedvelte. Csak azt nem tudták sokan, kinek is köszönhetik az óra rendkívüli pontosságát, azt egyedül a nagyi tudta. Ő is véletlenül fedezte fel az óra titkát, amikor a port akarta először letörölni róla. Amint közelről megnézte az óra számlapjára rajzolt régies darálót mindjárt észrevette azt is, hogy van azon egy icuri-picuri ablakocska, amelyiken éppen akkor kukkantott ki egy mákszemnyi, mosolygós arcocska. Azám annyira picike volt, hogy ha a nagyi véletlenül nem felejti orrán a szemüvegét, talán észre sem vette volna. Így azonban felfigyelt rá, és persze megkérdezte tőle. Hát te ki vagy? Én vagyok ennek a teáskanna órának a tündérkéje. Vigyázok a mutatókra, hogy mindig pontosan mérjék az idő múlását. Az órával együtt érkeztem, azóta én is itt lakom a konyhátokban. Jól van, örülök neked, óra tündér! Érezd jól magadat nálunk, végezd a munkádat! mondta a nagyi, és óvatosan letörölte a port az óráról. Közben az óratündér kihajolt az ituri picuri ablakon, és halkan a nagyi fülébe súgta. Kérlek, el ne árult senkinek, hogy itt lakom, mert ha a gonosz és irigy töpörtyű manó megtudja, akkor végem. Csak arra vár, hogy elpusztítson engem, és helyettem az órában lakhasson. Senkinek nem mondhatom el, tűnődött szomorkásan a nagyi. Adriennek, a kisunokámnak sem, Neki elmondhatod, egyezett bele az óra tündér, de csak akkor, ha jó kislány lesz, soha nem fog makrancoskodni és főleg irigykedni, mert ahol a gyerekek irigykednek, ott mindjárt megjelenik a töpörtyű manó. Másnap délelőtt a nagyihoz megérkezett Adrien. Sokáig békésen, nagy egyetértésben játszott kis barátnőjével, Ildikóval. Házikót építettek kockákból, Babát öltöztettek, dajkáltak, azután meg késztek. egy szóval aranyos, szófogadó gyerekek módján viselkedtek. Délben azonban, amikor asztalhoz ültek a konyhában ebédelni, Adrian felfedezte a fali órát. De szép csapta össze a két kis kezét újjongva. Bizony szép mondta a nagyi és mert jó kislányok voltatok egész délelőtt ezért elárulom nektek, ki lakik az órában. Bár ne tette volna, mert abban a pillanatban a két kislány összeveszett azon, kié is az óra tündérkéje. Feltámad bennük az irittség. Adrián azt kiabálta. Nem a tiéd, hanem az enyém. Mit képzelsz, Ildi? Ugye az enyém, Katikuba? Fordult a nagyihoz. Ildikó meg azt hajtogatta. Nincs igazad, enyém a tündérke, mert nálunk lakik. Nagy szomorúan csóválta a fejét, és szitta őket. Ejj, gyerekek! Nagyon csúnyán viselkedtek, ezt nem illik. Remélem, nincs a -e közelben az irigy gonosz töpörtyű manó, mert nem szeretném, ha meghallaná, mennyire irigykedtek egymásra. De ha itt rejtőzik valahol, és hallja a veszekedéseteket, akkor az óra tündérkéje nagy bajba kerül miattatok, mert a manó előzi és beköltözik a helyére. Pár nap múlva a nagyi meglepetten látta, hogy az óra furcsán kezd viselkedni, mintha megkergült volna. Mutatói hol előre szaladtak sebesen, hol hátrafelé kóztak aztán megálltak és éppen úgy toporogtak egy helyben, mintha tánclépéseket gyakorolnának. Amikor pedig ezt is megunták, a nagymutató elindult előre, a kicsi meg hátra, mintha összevesztek volna. Nagyi el sem tudta képzelni, mi történt az órával, ezért elhatározta, hogy megkérdezi a tündérkét. Amikor azonban felnyitotta az órát és belenézett, a mosolygós tündérke helyett a rút, gonosz töpörtyű manó vigyorgott rá. – Á, szóval így állunk! – haragudott meg a nagyi, fülön csípve a haszontalan manót. – Hol az óra, tündérke? – Nem mondom meg, de hogy mondom, most már enyém az óra, nem az övé! – nyekerekte a manó kárörvendve, de azért félve is. – Micsoda, nem mondod meg, hogy tiért az óra? – ripakodott rá erélyesebben a nagyi. Most azonnal megmondod, vagy hátrakötöm a sarkadat, te pimasz! Jaj, csak azt ne! fogta könyörgésre a Manó, aki nagyon félt a sarka hátrakötésétől, hiszen tudta, mit is jelent az. Inkább bevallotta, hogy az óra tündérkét kidobta a hóra a rózsabokor alá. A nagyi rögtön behozta onnan, de a tündérkében már alig volt szikrányi élet, csak feküdt mozdulatlanul hideg dermedten, a szemét sem bírta kinyitni. Adrián akkor jött haza az óvodából, és amikor megpillantotta a tündérkét ilyen nagybetegen, nagyon megsajnálta, és eszébe jutott: Ha ő nem veszekszik Ildikóval, ha nem irigykednek kölcsönösen egymásra, akkor az óra tündérke most nem lenne ennyire beteg. Annyira bánta a rossz viselkedését, hogy szeméből kigördült egy hatalmas, meleg köncsepp, és ráhullott a tündérkére. Csodák csodája! Ennek a köncsepnek a melegségétől és tisztaságától a tündérke azonnal meggyógyult, életre kelt. Mindjárt vissza is repült az órába, és ráncba szedte a mutatókat, hogy ismét pontosan mutassák az időt. A rossz tévő töpörtyű bezárták egy rácsos vaskazettába, azután áthajították a nagyhegyen, Egészen kukiáig, ahol egyenesen a krétajuk közepébe pottyant. Azóta is ott kuporog, s azt kiabálja, hogy engedjék ki, többé nem cselekszik rosszat. Csak hogy a történtek után már senki nem hisz neki.